Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok, srácok! Nemrégiben Angi Laliban jártam, és hát elkövettem azt, amit nem szabadott volna nekem elkövetni. Nem mentem el bolhapiacra, hanem csak így körbejárkáltam a charity shopokat, ezek olyan jótékonysági boltok, ahova mindenki beadhatja a használt, megunt, de még használható cuccait, legyen az elektronikai cucc, ruha, cipő, játék, bármi, és ők ezt pici pénzekért, tehát ilyen maximum 5 fontig általában, tehát az 1, 2, 3, 4, 5 fontokért eladogatják, és utána ezt az összeget pedig jótékonysági célra, adatott jótékonysági szervezetnek a céljaira fordítják. Ez egy tök jó gondolat, itthon ez nem működne, mert az emberek nem adnának be ingyen dolgokat, mert az ingyen nem adjuk már oda, kint viszont egész jól működik. Meg hát van néhány ilyen klasszikus zaci, azaz cash converter, vagy exchange, vagy olyan hasonló neveken futó entitások, ahol be lehet adni mindenféle cuccokat, szintén elektronikai eszköz, minden. Fizetnek érte valamennyit, általában az értékének a felét, talán. Utána meg eladják maguk az értékének a 90%-áért. De ott is ki lehet fogni egyébként jó díleket. És most egy picikét túltoltam, annyira, hogy kellett plusz bőröndöt vennem a repülőre hazafelére, és nem is volt nálam bőrönd, úgyhogy improvizálnom kellett. Az improvizáció azt jelenti jelen esetben, hogy ezt találtam a szekrény tetején. Erről konkrétan tudom, hogy 98-ban az ecseri piacon lett vásárolva. Szóval én ezzel jöttem haza angolból, nagyon szexi voltam vele, viszont elvégezte a feladatát, és csak hogy megjegyezzem, hogy mennyire jobbak voltak. Régen még a bowli kínai is jobb volt, csak az egyik cipzárja van tönkrevenve. Mind a kettő másik tökéletesen működik, és nincs kiszakadva, úgyhogy lássuk, hogy mit vásároltam Angi Laliba. Angi Lali Second Hand Shop Haul videó. Van itt minden. Első körön menjünk végigratuk szépen egyesével, aztán utána megnézegetjük, hogy működik-e vagy sem, mert nem mindegyiket volt szerencsém tesztelni és kipróbálni. Úgyhogy kezdjük a dobozos cuccokkal. Hello! Ez egy az MSI Entertainment által gyártott Double Dragon TV-játék dobozában. Veri gyűjtői darab. Egyébként itthon nem nagyon láttam ezt, sehol sem nem találtam meg, csak eBay-en. Ez gyakorlatilag egy ilyen kis tévére köthető, sima, kompozit videós arcade játék. Cucc, ami néhány elemmel működik, ami egyébként van benne, mert már észrevettem, hogyha bekapcsolom, akkor ott világít a LED. Tehát valószínűleg ez ad ki magából valamiféle képet, ki mennyire vágja a Double Dragon játékot. Ahogy utána néztem, ezen a Nintendo NES verzió található, nem az eredeti árkád, ugye az három gombos lenne, úgyhogy a Nintendo NES verzió van benne, itt van még mellette a doboznak a belsőjében a leírása. Very super. Igazából azért vettem meg, mert tetszik, meg amúgy Double Dragonozni szoktam. Úgyhogy ez így kemény 5 fontot, 2000, számoljunk 500 forinttal fontonként, 460 valamennyi most a font. De számoljunk 2500 forintért, szerintem nagyon kis korrekt vétel volt. Majd mindjárt kerítek hozzá egy tévét, amivel meg lehet nézni, hogy működik-e valójában, mert még nem próbáltam ki. Maradjunk még a dobozos termékeknél. Ezen beszartok, ez pont az indulás előtti napon sikerült lőnöm. Ez egy Star Trek The Next Generation ébresztőóra, ami nem általig klingonul és angolul is beszélni. És tényleg egyébként ezt mondja, The Enterprise is under attack, wake up and do something! 6 font 50 penny volt, very nice, gift aid product. Remélem lehet szedni ezt a szart róla. Általában olyan matricákat használnak ezek a charity shopok, amiket így könnyedén le lehet húzni, ez is helyes. Ezt kérném adoptálni mindenhová. Ez egy Vesco gyártmány és 1994-es. Tehát azért ez egy gyűjtői cuccként nagyon menő. Imádom az ilyeneket. Nem vagyok nagy Star Trek-es, de ez úgy megtetszett. Itt van hozzá egy kis beállítás guide. 94 Paramount Entertainment. 94 miért nincsen? Nem, 94-ben készült. Gondolom valami promóciós termék lehetett akkoriban. Jaj. Oda néz. Van egy kis Enterprise űrhajó. Hú de menő. Star Trek The Next Generation. Ezt kipróbáltam, mert ez 2 darab elemmel működik. Itt lehet váltani angol vagy klingon kiejtéssel. Beszéljen neked reggelente, hogy örülj a fejednek. Dobunk bele 2 elemet. Mm.
És emellett ugye be lehet állítani az óráját, ami ott látszik. Tehát ez nem egy nagy kunst. Igazából egy ekkora az egész kis ébresztő óra az egészbe, de hogyha ébreszt, akkor ezt mondja. The Enterprise is under attack. Wake up and do something. És ugyanezt, hogyha igen, átkattintom Klingonra a kapcsolót. Ez annyira jó. Nagyon menő. Figyelj, 3000 forintot megért szerintem. Nagyon menő cucc. Csak ugye gyenge a mágnes, és ezért gyakran csinálja magától is. Meg hogyha megnézitek, akkor villognak ott a csillagok is, meg minden. Talán látszik. The Enterprise is under attack. Wake up and do something. Valamit villog. Szóval ja, ez egy érdekes kis gyűjtői cucc. Ha valaki nagyon Star Trek-es és érdekli, akkor megválok tőle. És ha már videójáték, vettem két ilyen 3-szoros kis TFT kijelzős 401-ben kínai játékkonzolt. Egyrészt azért, mert olcsó volt, tehát az itthoni szakműtően marketplace-es árnak a harmada volt. És hát már csaltam is egyébként, mert ezt én kibontottam teljesen, és nem átaludtam egészen hazáig a repülőn tolni. Oh yeah. Gyakorlatilag egy sárga kazis Nintendo van rajta, a átlag játékokkal. Igazság szerint olyan 100 játék van rajta tulajdonképpen, és hát ha megnézitek, itt szépen végigtolom. Gyakorlatilag idáig vannak rajta, ezt legalább sem addig, gyakorlatilag idáig vannak rajta egyedi játékok, utána elkezd mindenféle ilyen fura dolgokat felhozni, igazából más játékoknak a különböző pályái, meg ilyesmit, szóval, ja, itt Chip és Dale-ből a szemed a Chip talán, vagy a Dale volt a Magnum koppintás? Fel se tudja. Na mindegy, én nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, van egy kis 800 milliamperes aksia, filléres kis játékcucc, de nekem ugye ez volt a gyerekkorom, nekem ez a sárga kazis Nintendo, ecseripirtos Nintendo volt a videójáték, és ezért nagyon szeretem. Nyilvánvalóan egy olcsó kínai kis vacak, de ennyit azt mondom, hogy a hajlandó voltam rááldozni, meg volt hozzá tök jó kis USB-s gamepad. Tényleg ez működik, hogyha ezt bedugom? Ezt nem is próbáltam még ki. Ja nem, ez csak akkor, hogyha második játékos gondolom. De úgy van hozzá egy fasz a kis gamepad, meg tévére lehet ezt is kötni. Aha. Simán, úgyhogy lehet használni, mint rendes tévés tévéjáték. Nagy képernyővel. Úgyhogy ennyit megért, és ebből van kettő. Mert egy nem elég. Milyen kábel ez itt? Ja, hogy ebbe két kábel van? Ó, oh, nice. Közben felraktam ezt töltődni, mert kicsit lemerült a repcsin. És itt van ez a kis Core Chaos Pad KP1-es, amiről már referáltam a februári múlt hónapban videóban, hogy bevágom ide azt a klippet. Hogy is lehetne egy ilyen fasz a Howl videót csinálni, mint itt a Móra való kilátón? Miközben vettem egy Core Chaos Padet, ami azért vicces, mert nem ennyi volt az ára. Ugyanis adapter nélkül adták, mert az adapter mindkidőt nem működött, de szerintem inkább az, hogy csatlakozó van szétmenve benne. Úgyhogy 35 fontért elhoztam, ami egyébként nem egy rossz ára érte. De persze a magyar vér az bennünk van, szóval még a 35 fontba kialkuttam ezt a Sony Walkman-t. Oh yeah! Nagyon jó. Mondjuk az 5 font egy ilyen sima 2000-es évekbeli a legolcsóbb, leggagyibb Sony Walkman-ért. Yeah. Szóval drágák. És így lett féláron egy kicsit viseltes káoszpadom, meg egy Sony Walkmanem, rádiós Walkmanem, tehát azért az full-full, nagyon full-full. Felvenni azt nem tud sajnos. Annyira nem full-full. A következő páros nem igazán magamnak vettem, ez egy Zeiss ikon és egy Mayfair kamera, fényképező gép, ilyen kis box kamerák. Jól látszik, hogy az egyik az 5 font volt, a másik pedig 10 font, ezt öcsémnek vettem, mert ő már újított föl ilyen régi kamerát, és amúgy szereti is őket, úgyhogy igazából viszonylag filléres tétel volt,
Főleg egyébként ez a Mayfair nagyon szép állapotban van belül is. Így, hát majd meglátjuk, mit kezd vele. Ez lehet, hogy nem lesz nála megcsinálni, mert kicsit szarabbul néz ki, de akkor meg majd én kezdek vele valamit. Mert ilyenem még például nem volt. De nem baj, úgyhogy vettem ilyet is. Volt az egyik zaciba, Chelmsfordban, rengeteg filmes kamera, objektív, ilyenekből is volt, vagy 5-10 darab. Rengeteg ilyen régi cucc van kint, amit így viszonylag olcsón, tehát 5-10 fontokért meg lehet venni. Most pedig jön a filléres szekció. Vásároltam egy kisebb zacskó matchboxot. Ebből már ajándékoztam el, mert nem mindegyik volt ilyen régi. Igazából ezért a 3 darab régiért vettem meg 2 darab fontért. Ami itt látható, az egy Rough Track nevű matchbox. Egyébként 1977-es gyártmányú. Egész szép állapotban lévő kis autó. Látjátok, egész jó megvannak rajta a minták is. Egyszerűen megtetszett. Nem is ez volt igazából az, ami megtetszett ebbe a csomagba, hanem ez a kis daru. Ez egy 1966-os, legalábbis ahogy én megtaláltam. Eightville Crane No. 30, Made in England, Leszni. És egyébként az a vicc, hogy miközben ezeket nézegettem, Leszni ugye nincs is nagyon messze Southend-től, ez egy Southend-i, azt hiszem British Heart Foundation-ből való. Egy hölgy mellettem így megszólított, hogy tudtam-e, hogy ezeket így gyártották a környéken, ugyanis ő ott dolgozott a Matchbox gyárban, amikor ezeket a régieket, ez a 60-as, 70-es években, amikor ezeket gyártották. Tehát beszélgettünk egy picikét erről, és mondom, akkor már elviszem, mert egyrészt jó a sztori, másrészt meg tök aranyos, meg gyakorlatilag 60 éves, 70 éves matchboxokról beszélünk. Nagyon durva. Sajnos a kampója le van törve, de amúgy viszont egy egész korrekt állapotú darab helyjel közzel. Ez a sárga szintén egyébként a 60-as évek szülöttje. Itt be van neki szakadva sajnos a szélvédője. Ez egy Husky gyártmányú, talán látszik. Made in Britain, Guy Warrior Truck. Egy Husky gyártmányú cucc, itt látszik, hogy Husky. És szintén a 60-as években készült valamikor. Hát egy kicsit meg van nyomorgatva, mert párszor gondolom már ráléptek az elmúlt 60 évbe, 70 évbe. Hát, hogy kéne egy Matchbox felújítós videót csinálni, mert a tipó az még mindig itt van. Egy másik féléres tétel ez a kis telefon headset volt. Ennek meg volt a doboza is, csak ugye hát, hogy helyspórolásképpen inkább hagytam, de ez a tipikusan a fogása is olyan, hogy ez az a fajta műanyag, ami a dobozában megrohad, és utána elkezd tapadni. Úgyhogy ezt kicsit meg is bántam, utólag úgy megvettem, de a moduláris szinti ezt gondoltam valami low-fi mikrofonnak, meg tök jól néz ki, hogy piros telefon. Igazából, ja, megvettem, mert megtetszett, és mert igazából volt még másfél font apróm, és mondtam, azt nem akarom a fénypénzeket már hazahozni, úgyhogy megvettem. Ja. Yeah, piros telefon. Nos, nem is volt ez olyan rossz kör, hogyha azt vesszük. Azonban most meg kéne nézegetnünk, hogy egyáltalán működnek-e a dolgok. Rá kéne nézni a Double Dragon játékra, hogy megye. Másrészt meg rá kéne nézni a Korgra, ugyanis ez nem tudom, hogy működik-e. Ez egy igen kockázatos vétel volt. Ez elvileg működik, mert van is benne elem, ki kéne próbálni, de erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy ez egy jó vétel volt-e, vagy vettem egy buktát. Talán nem. Ó, ez már majdnem lemaradt. Igen, vettem egy halott bootleg tamagocsit. Tudom. Nos, lássuk, hogy először működik-e a Walkman. Mert ez viszonylag könnyű lesz kideríteni. Fogod a Walkman-t és keresel hozzá egy kazettát. Super Tramp Párizs, talán. Nem mindegy, elővettem a random kazettáimból egy random kazettát. Belecsattintjuk. Forogni talán, forog, nem? Nem forog, nem forog. Az még múltkor működött. Oké, elemcsere. Az az elem van benne, amivel jött, tehát nem csodálkozom, hogy esetleg le van merülve. Azt nem mond, hogy elmállott benne az egy szíj. Oké, átmegyünk javítós videóba. Nos, hát ez kinyúlt,
és valahogy vissza kéne ezt rá esztergálni. Nye. Ja, hát elég erőteljesen meg van nyúlva. Talán látjátok, hogyha nem van egyszerű. Itt tudom demózni. Tehát ez így ipek csak rajta van. Kell rá egy új szíj, és akkor igazából ez is jó lesz. Mert hogyha ezt most visszaraknám, és teszek bele két elemet, majd kinyitom, hogy lássunk is belőle valamit, és megnyomod a gombot, így már forog és lejátszik. Megnézzük, hogy kazettával is megcsinálja-e ugyanezt. Igen, működik. Nem, megint leugrott. Ja. Opa. Akkor ebbe kell egy végszíj. Kicseréltem benne a szíjat. Hát most ideig is tehát, hogy befűtésben, hogy lássam, hogy működik-e. Meg közben sikeresen elszabtam a szalagkábelét a felvevő fejnek. Tök jó. Ezt egy darab kábellel pótoltam, azért ilyen hosszú, hogy ki lehessen nyitni, és hozzá lehessen férni, anélkül, hogy ezt le kelljen forrasztani állandóan. Viszont a motorja az egy kicsit gyengécske, úgyhogy valószínűleg ez így egy elég nagy bukta lesz. Hát ezzel majd kezdek valamit, de egyelőre úgy néz ki, hogy ez motorhibás. Mivel tök simán működik a mechanikája, ezt leellenőriztem, mielőtt ugye összeraktam. Igazából semmi nem indokolja a motoron kívül, hogy ez így akadjon. Ezt a széjjel hallgatták valamikor réges-régen. Úgyhogy egyelőre eltesszük a polcra, mert valamire még jó lesz. Nos, most, hogy a Walkman félig meddig bukta lett, majd valami kis projektbe felhasználom. Nézzük ezt a Virtua Pets Tamagocsi koppintást, amit most megpróbálok bekapcsolni. Mi azt jelenti, hogy szerintem nincs itthon gombelemem, viszont van tápegységem, tehát újra lehet éleszteni róla. Lássuk, hogy mi kell bele és mennyi. 2 darab gombelem, 1,5 × 2. Most akkor vagy 3 volt kell bele, vagy 1,5. Egyszerűbb, hogy szétszedem. Akkor igazából 3 volttal működik. Sorba vannak kötve az elemek, az jó. Mert akkor negatív, egy pozitív, nem egy pozitív. Lássuk, hogy történik-e valami. Hello! 32 × 1. Csodálatos knock-off Tamagocsi. Cica. Sárkány. Megint cica. Idő. Nem tudom, hogy mit lehet vele csinálni. Szerintem legalább valami hangja van, vagy valami. Könyv. Olvas könyvet. Tamagocsi cica. Ó, állatorvos. Hát ez ennyit tud. Igazából kíváncsi voltam rá, azért vettem meg. Ezt a kíváncsiságot kielégítettem. Hogy mi lesz vele, azt nem tudom. Létezik. Így már értem, hogy miért nem volt nekem Tamagocsim annó. És most már fogjuk és megöljük. Csak vissza kéne állítanom először a cicára. Szia, cica! Jó éjszakát! Azonban még, amit nem néztük meg, hogy működik-e, az a Double Dragon videójáték. Hoztam hozzá egy reprezentatív tévét, veri lapos tévé, 720p, nagyon HD, van vagy 15 éves, de működik. És megnézzük, hogy ha ezt itt elkattintom, akkor ott megjelenik-e valami. Miután beraktam egy SCART RCA csatlakozót, átalakítót, így már jó volt, ugyanis a tévének az oldalán lévő AV dugók nem működnek, mint kiderült, de így most jó, elvileg. Bár hang nincs. Miért nincs hang? Na, megjött a hang is, de nem értem, miért nincsen menüzene például. Meg szerintem el van csúszva a kép. De ez inkább a tévének a problémája lesz, mint ennek.
lehet játszani kéne, és akkor mondjuk nem ölnének meg egyből, de... Ja. Furcsák ezek a színek. Szerintem ez a tévével van valami gond. Hát csak ezt tudjuk be annak, hogy a tévém szar. Tehát... Ja. Ezt ilyen műhely displaynek tartottam meg igazából eddig. De ezek szerint működik. Vagy legalábbis csinál valamit. Ezt egyből indul a nőverés. Viszik a gonoszok a csajt. Viszi a nőt! És jövök én. Na mondom, furcsák a színek, mert... Nem, hagyja békén. Ugye ezt egy kézzel nem lehet játszani. De ja. Végül is működik, de nem, hogyha invertált színek lennének. Szóval meg kell nézni, hogy ezek így kell kinéznie, vagy sem. Én nem így emlékszem rá. Hát igen, jól emlékeztem, ez... erre nem így kéne kinéznie. Úgyhogy meg kéne próbálnom egy másik tévén is. Meg egyébként itt van a Double Dragon 2 ezen a kis picin. Mondjuk ezt rádughatnám a tévére, megnézhetnénk, hogy ha ez is ilyen szarul tűnik fel, akkor tényleg a tévé szar. Hogyha nem, akkor van egy kis gond ezzel is. Itt is furcsák a színek. Látjátok, ennek ilyennek kéne lennie. Ez meg lila, meg nem egészen. Hát amondó vagyok, hogy azt hiszem a tévém, ez a tévé, ez enyhén kuka. Igen. Működik rendesen, csak a tévém szar, elővettem a másik ilyen műhelyi displaynek félrerakott Sharp tévét. Úgyhogy igazából működik. Csak ugye egy kézzel nehéz játszani, de amúgy kurva jó az a játék. Sokkal jobb, mint a NES-es verzió. Igaz, hogy valami olyasmi, mint hogyha nem az a, félig az arcade verzió, lenne félig a NES-es. Lehet ez pont a NES-es verzió, én meg csak a kínai Nintendo-ssal játszottam. Hey! Anyád. Itt meg közben már nyomtatódik egy másik projekt, amiből termék is lesz, ha minden jól megy. Úgy Nos, mint láthatok, működik. Van itt egy kis LCD monitor, ami egyébként színes, csak valamiért ezen fekete-fehérre jelenik meg, azért kipróbálom a másik tévével. Tök jó a cucc. Annyi hibája van, ami az összes ilyen reprónak a problémája, vagy legalábbis az összes ilyen újra kiadott videójáték konzol típusú dolog, ami ilyen budget cucc, mint például ez is. Tehát nem rossz, pont nem olyan rossz a joystickja, de nem az a jó kis mikrokapcsolós, kattogós joystick van benne, amit ugye az ember elvárna. Érezni, hogy ezek az ilyen rubber dome-os gumigombok, nem az az igazi kattogós, jó kis joystick, amit szeretne az ember, nyilván az többe került volna. Pont ugyanez volt a gondom a The C64 Minivel, amit vettem múltkor. Ennek még sokkal rosszabb a kapcsolási érzete, tehát ez szörnyű. Ugyanezek a gumis gombok, de a joystickja az valami fenomenálisan fos. Szörnyű. Halljátok? Ennek még úgy, ahogy lehet érezni, hogy hol kapcsol, mindjárt szétszedem, kíváncsi vagyok, hogy milyen a belseje, vagy lehet meghagyom egy másik videóra, nem tudom. Szörnyű. Itt van egy eredeti Quickshot joystick, ami tényleg egy C64-hez való Quickshot. Ez az igazi joystick. Nem ez. Ja, úgyhogy ezzel is igazából ez az egyetlen bajom, hogy maga a kontroller szörnyen szar. De ezért vettem meg ezt, hogy ennek a belsejét megpróbáljam esetleg adoptálni ebbe. És akkor már játszható lesz, meg jó lesz, csak... Tehát értem én, hogy ezzel mondjuk $2 többe kerülne gyártani, de... De így legalább jó lehetne. És ezzel is, ez még hagyjam, ez még egész jó ez a joystick, de... Hiányzik belőle ez a jó kis klik-klak-klik-klak-klik-klak feeling, ami igazán adta ezeknek a joystickoknak az élményét, legalábbis szerintem, én nekem, mint olyan. Meg ugyanez a bajom ezzel is, hogy már most kezd tönkre menni a D-pad rajta. Szóval, igen, megvan a hátránya ezeknek a reprónak, jó, erről ne beszéljünk, mert ez tényleg a legolcsóbb, legagyibb kínai, de ez egy rendes licenszer cucc, tehát ez nem lehetne annyira szar. És telefon. Az utolsó delikvens, direkt hagytam a legvégére, mert erre vagyok a leginkább kíváncsi. Ez a Korg Chaos Pad KP1-es. Ami, hát mint ahogy melléketábra mutatja, azért hagy maga után némi kívánnivalót. Nem a legkiválóbb példánya a Chaos Padoknak, és hát nem tudtuk kipróbálni az aciba. 50 fontot kértek érte, ami jó ár lett volna érte, hogy tökéletesen működik meg minden. Azonban
hát hiába használtuk az adaptereit, nem működtek. Sima 12 volt, belül pozitív adapter kell hozzá, mint látjátok, itt van. Viszont én élnék a gyanúval, hogy talán beleláttok, hogy ez olyan szinten meg van rohadva ez a csatlakozó, hogy csak nem érintkezett. Ezt már láttam akkor is, hogy mondom, akkor játszunk egy kicsit. A gamble is on, szokták mondani. Akkor legyen egy kis gamble a dologban. Annan bejátsszuk azt, hogy oké, elhozom, lealkuttam 35 fontra, azt mondták, ennyiért még odaadják, mondom, jó. Meg még mellé belealkuttam a Walkman-t, ami hát néha nem volt az igazi, ez a cash converterből származik, Southend-ből. Mondjuk ez maradjon rajta, ez része a dolognak, made in Japan. Úgyhogy én most meg fogom pucolni ezt a csatlakozót, és kerítek egy magyar adaptert, mert ugye hát angol van hozzá, és megnézzük, hogy működik-e. Na lássuk, érett meg a veszély. Kíváncsi vagyok, hogy működni fog-e így, hogy megkaparáztam. Lehet, hogy ezzel most beszoptam. Szedjük szét. Szélet kapva, de legalább nem egy túl bonyolult szerkezet. Egyelőre annyira jöttem rá, hogy nincs sehol sem feszültség a táp környékén kívül. Tehát itt valami itt problémás. A kapcsolóra még bejön a feszültség, a kapcsoló ad át feszültséget. Itt erre a diódára még gyanakszom, ez egy kicsit olyan furcsának tűnt nekem, meg semmelyik kondin nincsen feszültség. Ezt a pár alkatrészt itt átnézem. Aztán meglátjuk, hogy tudok-e valamit kezdeni vele. Mert ez nekem nagyon furcsa. Lehet, hogy azt fogom csinálni először most, hogy bekötöm a kis labortápra, mert az kiírja, hogy egyetlen vesz-e föl valami áramot. De szerintem nem vesz föl tipre, mivel ugye mértem a feszültséget, mikor bekapcsoltam, és hogyha venne föl bármit, akkor legalább egy tized voltnyit, vagy század voltnyit azért esne a feszültség, de nem esik. Úgyhogy szerintem itt vagy a csatlakozó, vagy a kapcsoló, vagy itt valami ennek a környékén nem engedi tovább a villanyt. Most konyha nyelven fogalmazva. Tényleg az, itt valami szar, mert idáig nem jut el a feszkó. És semmi életélet nem ad a gép, ami azt jelenti, hogy nincs villany. Ha nincs villany, akkor meg a villanyos tudok nem működnek. Ez egy alaptézis az elektronikának. Az előző snit után eltelt egy nap. Na most túl sokat foglalkoztam ezzel a káoszpaddal, és bár hogyha bekapcsolom, akkor ad életjelet most már, de hát sejtelmes, hogy ez a két darab dróton keresztül. Mint jól látjátok, működik a touchpad, működnek a sample cuccok, csak lejje kell vennem a fényerőt hozzá. Sample nyomógombok is működnek, működik a programválasztó, minden. Működnek a gombok, működnek a ledek. Gyakorlatilag minden működik, egyetlen egy hibája van, ami ez egy problémás egy ilyen hangadó eszköznél, hogy nem ad hangot. Egyelőre arra jöttem rá, hogy hát megtápláltam a tápegységnek azon részét, illetve hát az áramkörnek azon részét, ami ugye a logikai részekért felelős, tehát a touchpad, a processzor, a stb. Ami nem az audio része és a kimenet, mert az ezen az oldalon lenne, és akkor innen megy át majd erre a részre, az audio erősítőkhöz, meg az ilyenekhez, ki- és bemenetekhez, és ott valami zárlatos. Tehát jó a táp, jó a logikai része a dolognak, tehát a vezérlő része, viszont az audio részen hát valamelyik ki vagy bemenet zárlatos, ami azt jelenti, hogy ez valamikor kapott egy nagy pofont, és lehet, hogy még amikor bevitték a cash converterben működött, legalábbis az egyik oldala az egész, mert láttam, hogy volt fotóról a működés közben, tehát valószínűleg ez működőképes, tehát ennyire működött, mint ahogyan itt
így látszik, hogy megnézték. Oké, bekapcsol fasza. De mivel ugye 1600 km-re van, hogy a garanciát érvényesíteni tudjam, ezért hát megoldom magamnak. Úgyhogy ezt majd egy későbbi videóval szerintem tovább fel fogom dolgozni, hogy mi a fene van ezzel az utccal, mert hát most át kéne néznem, hogy hol van a zárlat, még nem találtam meg. Meg őszinte szóval, miután rájöttem ugye erre, hogy egyik oldalon működik a gépnek, másik oldalon nem működik a tápnak, így úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ezt most further investigationre hagyjuk. Ennek a videónak a témájába szerintem ez már nem fér bele. Majd lesz erről egy külön videó, vagy itt, vagy az MH Vlog 2 még majd kiderül, attól függ, mennyire lesz sikeres, vagy sikertelen, vagy érdemleges a videó. De nagyon sajnálom, mert én ezt nagyon szerettem volna, úgyhogy ez most egyelőre ideiglenesen bukta, aztán meglátjuk, mert ha szerencsém van, akkor ugye van egy vonalbemenet, egy lemezjátszó és egy mikrofon bemenetünk. Ha csak az egyiknek van problémája, mondjuk mit tudom én, a vonalbemenetre valahogy véletlenül, nem tudom, kettő utat kapcsoltak, vagy akármi történt, vagy villámcsapás érte, vagy bármi, talán esetleg a mikrofon vagy a lemezjátszó bemenetből ki lehet pótolni belőle az IC-ket. Volt már szerencsém hasonló problémás keverőhöz, ott például úgy javítottam meg, hogy a három csatornából egyiket feláldoztam, és annak az IC-iből kiirtottam a másik kettőt, és akkor volt egy kétcsatornás keverő utána belőle. Tehát ez nem megoldhatatlan, csak jelenleg jóval többet foglalkoztam vele, mint amit szerettem volna ebben a videóban ezzel foglalkozni. Úgyhogy ja, külön videót fog kapni előbb-utóbb, mert én ezt szeretném, ez egy tök jó kis kor káoszpad, és van már egy káoszcillátorom, meg lehet, hogy kéne egy újabb káoszcillátor is, mert nagyon tetszenek nekem is, itt tök jó lehet jamelni rajtuk, nem mint hogyha más érdemes audio tevékenységet tudnék folytatni, de azt a kereset, amit tudok, azt ilyeneken tök jó lehet csinálni. Szóval, ja, még nincs minden veszve, de ez most jelenleg, hát ez szar. Nos, hát ennyit erről a kis halúrról, fele más sikereket értünk el. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a káoszpad nem jött össze. Ez kurva jó, ezt még nyomtam most egy órán keresztül, úgyhogy ez most igen, egy kicsit később veszem fel a dolgokat, mert az jó, azokat még használni fogom. Meglátjuk, mit lehet esetleg kezdeni a kapcsolókkal, nyomó gombokkal, hogy hogyan lehet esetleg javítani, mert amúgy én ezt nagyon szeretem, nekem ez nagyon tetszik, és ja, gyakorlatilag egy hete szinte, mióta megvettem Angilaliba azóta ezeket. Illetve egyiket, ezt tolom, mint az állat, és a repcsin is ezt nyomtam, úgyhogy csodálatosan néztem ki, és leszartam egyébként, mit gondolnak mások. Én boldog voltam, van egy nagyon faza Star Trek-es vekkerem, öcsémnek van két fényképezője, egy piros telefonom, ami ragad, úgyhogy, ja, ez lehet, hogy hiba volt megvenni, és ez így nekem most jó, mint olyan. Ja, meg egy rakás matchboxom. Yeah! A korgról még lesz külön videó, ezt nem fogom ennyiben hagyni, valahogy működőképessé teszem, még ha csak valami nagyon-nagyon kendácsolt megoldással is. Nem igazán számít neki, mert innentől a másik lehetőség az, hogy megy a kukába, vagy szétszedem alkatrésznek, azt meg nem akarom. Úgyhogy ma meglátjuk. Nem tudom, kíváncsi leszek, mit tudom belőle kihozni. Addig is írjátok le kommentbe, hogy ez a széria, vagy ez a formátum mennyire tetszik. Igazából bolha piacon jártam, csak kurva messze innen. Meg hát kint sokkal-sokkal érdekesebb dolgokat lehet találni ilyen használt cikkes boltokban, marketplace-en, bolhapiacon, mint itthon. Ja. Én rohadtul élveztem, remélem nektek is tetszett, és mit is kell ilyen mondani a videó végén? Ja! Iratkozz fel, lájkolj, támogass Patreon-on, hogy több hasonló hülyeséget tudjak elkövetni. És a következő videón találkozunk, ebből a gombból pedig szerintem termék lesz. És lehet, hogy csinálok belőle egy pár darabot ilyen, hát egy maxi 10 darabos szériát. Kíváncsiságból. Addig is sziasztok!